Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Civil napot tartottak Tolnán, az utánpótlás is cél. Búcsút vettek az idei év végzős diákjaitól, szalagavatot tartottak Dombóváron. 20 éves jubileumát ünnepelte a Tamási Pántlika Néptánc Együttes, gálaműsorral készültek. Generációs hagyomány, fontos értékeink megőrzése. A civil közösségek a helyi identitás letéteményesei, ezért is fontos, hogy sor került az egyesületek bemutatására egy civil nap keretében. A találkozón számos civil szervezet említette problémaként a tagság idősödését, az utánpótlás hiányát, de akad néhány olyan egyesület is, ahol ez nem probléma. Első alkalommal rendezték meg Tolnán a civil napot azzal a céllal, hogy mindenki bepillantást nyerjen a tolnai egyesületek életébe. 14 civil szervezet jelezte, hogy szeretnének részt venni a programban. Nagyon széles spektrumon mozognak a civil szervezetek tevékenységei a városban. Körülbelül 60 civil szervezet működik, és ezek közül van itt most jelen 14. Bíznak benne, hogy az eseménynek köszönhetően sikerül újabb tagokkal bővülni, illetve ezzel együtt új közösségek alakulhatnak a városban. Egyesületünk, a Dunamenti Polgári Egyesület is részt vesz ezen, és elsősorban most egy fő tevékenységünket propagáljuk és mutatjuk be. Bizonyára sokan tudják, hogy egyesületünk a Tolna Vármegyei Civil Szolgáltató Központ. Ebbéli tekintetünkben gyakorlatilag szakmai szolgáltatást, ingyenes szaktanácsadást nyújtunk minden további más civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak. Az eseményen részt vett a Tolnai Városszépítő Alapítvány, amely 2014-től a városi értéktári feladatokat is ellátja, így segítve az értékek felkutatását és a meglévő kincsek megismerését. Talán ha annyit mondhatok az alapítványról, hogy azért sok mindenhez hozzájárultunk, a díszkivilágítások, parkok, öntözőrendszer, játszótereknek a felújításához, egyebekhez, úgyhogy azért ilyen múltunk van. És 2014-től viszont egy országos kezdeményezés az értéktárak létrehozása volt, ezzel hát mindjárt az elsők között Tolnaváros is csatlakozott. A rendezvény keretében kuglov sütőversenyre is sor került, kevert és kertészt a kategóriában. Helyben hagyta a fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság döntését az Ács Rezső felmentését kezdeményező közigazgatási perben, így megszűnt Ács Rezső polgármesteri megbízatása. A szekszárdi fideszes polgármestert összeférhetetlenség miatt még májusban mondatta le a közgyűlés az ellenzék és a fideszesek együttes szavazatával. A polgármester munkaügyi pert indított az önkormányzat ellen, ezt vesztette el most másodfokon, ennek tényét Facebookon írt be jegyzésében is tudomásul vette. Szekszárdon a jelenleg érvényes szabályok szerint már nem írnak ki időközi polgármester választást, így a jövő júniusi önkormányzati választásig a vármegyeszékhelyt Gyurkovics János személyében továbbra is alpolgármesteri szinten irányítják. A szekszárdi tankerületben foglalkoztatott pedagógusok körülbelül 1%-a nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy nem kíván az új köznevelési foglalkoztatási jogviszony hatálya alá kerülni. Ez az adat az országos átlaghoz hasonló, tudtuk meg Gerzsei Pétertől. A szekszárdi tankerület igazgatója kérdésünkre válaszolva írásban közölte. A 2023. október 1-én foglalkoztatott 1067 pedagógusból 75-en kezdték újonnan a tanévet a tankerület iskoláiban. Áttanító pedagógusok az összes tankerületi általános iskola felében 11 intézményben dolgoznak, többségében alacsony óraszámú készségtárgyakat tanítanak, vizuális kultúrát és énekzenét, kisebb százalékuk földrajz vagy magyar nyelv és irodalom órát tart. A tankerület vezető hozzátette, a 2023-24-es tanévben is biztosítottak a feltételek a megfelelő oktató-nevelő munkához. A szekszárdi tankerületi központ fenntartásában 29 köznevelési intézmény működik, ebből 22 általános iskola.
A dombóvári Ily és Gyula gimnáziumban a diákok már a tanév kezdete óta buzgón készülnek a szalagavatóra. A rendezvényen a 11. osztályosok műsorát a végzősök táncai követték, majd egy bállal ünnepelték a különleges alkalmat. Az idei tanévben közel 100 diákot avattak a szalaggal. 3 osztály búcsúzik ebben az évben, a végzős évfolyamon. Osztályonként több mint 30 fő köszönel a gimnáziumtól és tanáraitól. A 3 osztály közül az egyik 8, többi pedig 4 éve alkot egy közösséget. A szalagavató egy szép tradíció. A legutóbbi években már nagyon komoly ceremóniával, saját táncokkal, és a legnagyobb örömünkre az elmúlt 3 esztendőben, és most is már közös keringő is színesíteni fogja a programot. Az iskola diákjai többségében a felső oktatásban folytatják tanulmányaikat, de bármely más téren is sikereket érnek el. Az iskolának elkötelezett célja, hogy megadja a biztos alapokat a diákjai számára a továbbtanuláshoz. A végzősöknek körülbelül 80%-a tanul tovább évek óta, és abból a 90%-ukat felveszik. Én úgy gondolom, hogy aki reálisan ítéli meg a képességeit, a perspektíváit, a tudását, az eredményeit, az biztos, hogy valahova föl fogják venni. Akik nem, azok szakmát fognak tanulni. Elsősorban a közeli dombovári 2 szakképzőiskolában, technikumban tanulnak tovább, de vannak, akik vidékre mennek. Az Ily és Gyula gimnázium szalagavató ünnepségét a végzős diákok évfolyam és osztálytáncai zárták. Ezt követte egy bál, amelyen a 12. osztályosok egy újabb mérföldkövét ünnepelték barátaikkal, tanáraikkal és családtagjaikkal. Gála műsorral ünnepelte 20 éves jubileumát a Tamási Pántlika Néptánc Együttes, amely megalakulása óta a népi kultúra megőrzését és a néptánc tradíciójának továbbadását tűzte ki céljául. 2 évtizedes fennállása alatt nem csak Tamási városának hírnevét öregbítette, de a vármegye és országhatárokon túl is ismerté vált. Az együttes munkáját számos aranyminősítéssel és külön díjjal ismerte el a szakma. A 20. évfordulóját ünnepelte a Tamási Pántlika Néptánc Együttes. A 2 évtizedes jubileumra egy gálaműsorral készültek. A rendezvényen vendégként jelen volt a Tehetségtáncműhely Paksi tagozata és a Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület is, mondta Berkesné Imre Erika, a Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány elnöke. Erre az évre egy programsorozatot állítottunk össze. Ennek az utolsó eseménye lesz már ez a gálaműsor. Előtte több rendezvényünk is volt, volt népviseletes bál, népviseletes bemutató, volt fotókiállításunk, ami a múlt héten nyílt, és most zárjuk ezt a sorozatot ezzel a gálaműsorral. A Pántlika Néptánc Együttes az elmúlt 1-2 év új műsoraiból válogatott produkciókkal készült. A csoport 2 évtizedes történelmét ünneplő nap különleges volt, mondta Krizsány Kata, a csoport tagja. Jelentősebb fellépéseink rengeteget voltunk, például Szekszárdon a születi felvonuláson voltunk, Déli Kapu Fesztiválon is, hogyha jól emlékszem, illetve hát rengeteg minősítőn, rengeteg arany és kiváló arany minősítést szedett össze az együttes, voltunk szólótánc fesztiválokon is, szintén nagyon jó eredményekkel. Ezek voltak talán a legjelentősebb pillanatok szakmailag, és személyesen pedig az ilyen különböző csapatépítő alkalmak, például erdélyi kirándulások, vagy amikor az ország északi részén voltunk kirándulni, hasonlóak. Az együttes a 13 műsorszámot tartalmazó produkcióban többek között sárközi és szilágysági táncot is bemutatott. A jubileumi előadásban az egyesület korábbi tagjai is részt vettek. Tedd meg az első hőstettet címmel indított kampányt az Országos Vérellátó Szolgálat. A felhívás célja a véradás és a társadalmi felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozása és az új első véradók megszólítása. A jelentkezőket meglepetés ajándékokkal és nyereményjátékkal is motiválják, a szerencsések a kampány végén elektronikai eszközökkel lehetnek gazdagabbak. Véradásra a vérellátó intézetekben és külső helyszínen megszervezett véradásokon lesz mód, a kampány november 30-án zárul. Bővebb információ a véradás feltételeiről és a véradások helyszíneiről, időpontjairól az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján olvasható.
Harmadik alkalommal rendeztek pálinka versenyt Bátaszéken, ahol fontosnak tartják a hagyományok ápolását. A jó hangulatú eseményen jobbnál jobb párlatok készültek. A hagyományos gyümölcsökből készült pálinkák mellett az új ízvilágú italok is nagy sikerrel teljesítettek. A fiatalok nem isznak pálinkát, de fognak valami. Szerte a Kárpát-medencében élők pálinka iránti tisztelete generációk óta élő hagyomány. Ezt szeretnék fenntartani Bátaszéken is. Hát a Bukovinai Székely Szövetség párlat és pálinka versenye ugye harmadik alkalommal lett megrendezve. A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének tagjaként mind a hárman ott voltam személyesen is a bírálatoknál. Nagyon örültünk annak, hogy egy növekvő tendencia van a benevezett tételekkel kapcsolatban. Jól emlékszem, először 62, utána 105, és hogy azt hiszem most 147 tétel volt. Ez is mutatja, hogy egyre több az érdeklődés, ugye egyre több a magánfőző, aki ide elhozza megmérettetni a pálinkáját. Szinte automatikusan megöröklődik a gyümölcs lepárlásának a hagyománya és a szakértelme, ami idén változatos ízeket eredményezett a versenyen. Találkoztam ginnel, például zöldfügével, de azért a klasszikus szilva, őszi, kajszi, barackok és hát a jó törköly és szőlőpálinkák is megjelentek. A Bátaszéki és a hozzá hasonló rendezvények hozzátesznek ahhoz, hogy mind értékesebb és mind jobb minőségű pálinkák kerülhessenek az asztalra. Régen mondtam, hogy hát tulajdonképpen a bukovinai székelyek, ugye mert borverseny van nálunk régen visszalépve, de igazán pálinkát ittak a székelyek, mai napig is szívesen, úgyhogy mivel ma már olyan fajta minőség felé ment el a pálinka készítése, ami úgy gondolom számunkra is mindenképpen feladatot tűz ki, hiszen ezt támogatni kell, segíteni kell, részt kell benne venni. A rendezvény színvonalát a Bátaszéki Székely Kórus emelte, mely a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője, illetve a zenés összeállítása tette hangulatossá az est hátra lévő részét. Tűz keletkezett egy lakóház szobájában kedd éjszaka Szekszárdon a Remete utcában. Az utca felőli szoba, valamint a konyha teljesen kiégett, az ingatlan két lakója rokonokhoz költözik. Az esethez a szekszárdi és a bonyhádi hivatásos tűzoltókat riasztották, a beavatkozás során két gázpalackot is kihoztak az épületből. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtési szezon beálltával érdemes füstérzékelőt telepíteni otthonunkba, ugyanis ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Regionális híreink következnek. Üvegzsebrendeletet hozna létre a pécsi Fidesz, átlátható gazdálkodást akarnak jövő évi megválasztásuk esetén. Kellenek a helyi értéktárak, Baranya kincseit félti a vármegyei elnök. Lezárták a szüreti időszakot Balatonőszödön, mulatsággal ünnepelték a szőlő betakarításának sikerességét. Átlátható és ellenőrizhető viszonyokat akar teremteni jövő évi megválasztása esetén a pécsi Fidesz az önkormányzat gazdálkodásában, ugyanis a jelenlegi feltételek ezt nem biztosítják. Fontos, hogy a pécsiek lássák, mire költi pénzüket az önkormányzat. Erről tájékoztatta a sajtó munkatársait Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője a Polgári Oldal képviseletében. Az önkormányzat gazdálkodásában tiszta viszonyokat, azaz átláthatóságot és ellenőrizhetőséget akar teremteni a Polgári Oldal, mivel jelenleg ez nem biztosított. A korábbi években a baloldali koalíció kiszorította az önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiból a többi szervezetet, így aztán a rendszerváltás óta példátlan módon korlátozták a nem a polgármester támogató szervezetek az önkormányzat cégeivel kapcsolatos felügyeleti jogait. Ez ellen tiltakozik és elfogadhatatlannak tartja Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke azt, hogy a szakbizottság tagjai sem ismerhetik meg például egy ügyben azt, hogy mire költött a pécsi önkormányzat az adófizetők pénzéből 100 millió forintot. Évek óta próbáljuk kijárni, hogy ezeket az információkat megkaphassuk, de még a szakbizottság tagjai sem ismerhetik meg, nemhogy a széles nyilvánosság. És tudjuk azt is, hogy felügyelő bizottságok, mint az önkormányzati cégrendszer melletti ellenőrző testületek milyen fontos munkát látnak el.
Most ezekben a felügyelő bizottságokban jelentős önkormányzati cégeknél nem ülhetnek ott a nem a polgármesterhez tartozó szervezetek képviselői, vagyis a városházi ellenzék képviselői, viszont ezzel szemben gyakorlattá vált példanélküli módon, hogy a polgármester támogató képviselők a legszűkebb családtagjaikat is önkormányzati cégek felügyelő bizottságába ültethetik be. Ezzel mindenképpen sérül az átlátható gazdálkodás és a hatékony közpénz felhasználáshoz fűződő joga a pécsieknek, hangsúlyozta a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke. Ezek zavaros korrupció gyanús, visszaélés gyanús ügyek, ezért tiszta viszonyokat kell teremteni az önkormányzat gazdálkodásában. Az elmúlt években több büntető eljárás is indult a baloldallal szemben Pécsen, amelynek következményeként több százmilliós kár érhette a pécsieket, tette hozzá Csizmadia Péter. Ezért tiszta viszonyokat kell teremtenünk a pécsi közéletben, ezért mi arra teszünk javaslatot és azt vállaljuk, hogy amennyiben a pécsiek bizalmat szavaznak nekünk a jövő évi választáson, úgy egy üvegzsebrendeletet fogunk alkotni, ezzel pedig helyreállítjuk az átlátható gazdálkodást és az ellenőrizhető gazdálkodást. Ennek részeként egy olyan nyilvános és mindenki számára hozzáférhető rendszert fogunk felállítani, amellyel az önkormányzat, az intézményei és a cégei valamennyi szerződése egy nyilvános felületen elérhető lesz bárki számára, kereshetővé válnak ezek a szerződések, és azok megkötését követően a cégvezetőknek kötelességük lesz, hogy ide feltöltsék ezeket a szerződéseket. Ezzel az átláthatóság biztosítottá válik az önkormányzat vonatkozásában. Másrészt a felügyelőbizottsági rendszert kell megújítani, fogalmazott a jobboldali képviselő. Szakmai alapokra kell helyeznünk egyrészt, másrészt pedig meg kell tiltanunk azt, hogy lehetősége legyen önkormányzati képviselőknek szűk családtagjaikat ilyen pozíciókba ültetni, ezért ebben a rendeletben ki fogjuk zárni és meg fogjuk tiltani azt, hogy akár az adott cég vezetőihez, akár bármely önkormányzati képviselőhöz fűződő, közeli hozzátartozó a szerepet kapjon ezekben a felügyelőbizottságokban. Csizmadia Péter hisz abban, hogy közös felelősségük a közbizalom újraépítése az önkormányzat irányába. Ennek egyik legfontosabb előfeltétele, hogy a pécsiek láthassák, hogy mire költi pénzüket az önkormányzat. Meg kell őrizni helyi építészeti, kulturális és közösségi értékeinket, termékeinket. Ezért fontos a települési értéktárak munkája, mondja a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Ezért lenne fontos, ha a pécsi értéktár munkája is újraindulhatna, Őri László szerint. Zsolnai porcelán, harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra, gerezslaki kőzgombóc, vagy éppen a baranyai tájfajta tyúk. Ezek mind részei a Baranya vármegyei értéktárnak. Összesen 40 nemzeti értéket tartanak itt nyilván, bemutatva a kincses baranya építészeti, művészeti vagy gasztronómiai, illetve agrár különlegességeit. A vármegyei elnök azt mondja, sajnos Pécsről már évek óta nem érkezik javaslat az önkormányzattól. Egészen 2019-ig nagyon jól működő értéktár működött Pécset. Igen sajnálatosnak tartom, hogy a Péterfi Attila vezette baloldali városvezetés és nem tartotta fontosnak, hogy ezt tovább vigye. Pécset ma nincsen nála a működő értéktárbizottság, és én azt mondom, hogy ez sajnos meg is látszik, hiszen az elmúlt években, ahogy látom a második szint a Baranya vármegyei értéktárbizottság munkáját, mióta Pécset nincs önálló értéktárbizottság, gyakorlatilag alig érkeznek olyan védendő értékekre vonatkozó felterjesztések a vármegyéhez, amelyek Pécsről érkeznének, tehát jól láthatóan ez a folyamat egy kicsit megszakadt Pécsen. Őri László szeretné, ha újra lenne pécsi értéktárbizottság. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy átmeneti állapot, és Pécs város vezetése is fel fogja azt ismerni, hogy ismét fontos és szükséges az, hogy ne csak önmagában értéktár bizottság legyen, de hogy egyáltalán nagyobb figyelmet kapjanak a helyi értékeink, hiszen annak a közösségnek van jövője, amelyiknek van múltja, vannak gyökerei, vannak hagyományai, ezeket a hagyományait ápolja, és megtanulja átörökíteni a fiatalabb generációknak. Én büszke vagyok arra, hogy Baranya számos település egyébként élen jár, elől jár. Erről is beszélt a politikus Siklóson a megyei értékfesztivál kapcsán. Mint ismert, a hungarikumokról szóló 2012. évi 30-as törvény alapján járnak el döntéseik meghozatala során a helyi értéktárbizottságok. Ezek alapján következik a vármegyei, illetve az országos szint. Végül a legkiválóbbak akár a hungarikum címet is elnyerhetik a folyamatban.
Vármegye szerte számos helyen ünnepelték szüreti felvonulással és bállal a szőlőbetakarítás sikerességét. Balatonőszödön is nagy hagyománya van az őszi mulatságnak és a hagyományok ápolásának. Voltak, akik lóháton, mások szekéren vagy traktoron ülve vonultak végig Balatonőszöd utcáin a hétvégén a hagyományos szüreti felvonuláson. Az első megálló a bíró és a bíróné háza volt, érdeklődők és felvonulók pedig együtt hallgathatták a kisbíró összefoglalóját a települési történésekről. Lassan lehet, hogy állatkertünk is lesz, hiszen világhírű Őszödön a rókales. Állítólag a róka kifizetné a tyúklopást, ha a gazda mellé oda tenné a tojást. De nem csak ők viszik kicsi falunk hírnevét, falunkban forgatják az Aquaman új részét. A szuperhős vasvillájával a Google autóra támadt, hát így jár nálunk, aki csak úgy mindenfelé kamerázgat. A kidobolást a helyi egyesületek néptánc műsora követte, amelyben részt vettek kicsik és nagyok egyaránt. A polgármester szerint az érdeklődés évről évre növekszik a rendezvény iránt. Évről évre egyre többen vagyunk, az idén még a fellépők is többen vannak, mert több csoport is szerepel egyszerre. Lovasaink is vannak, hál' Istennek, tehát nagyon szépen gyarapodunk résztvevőket, illetve a nézőket illetően is. Balatonőszödön ugyanakkor nem ez az egyetlen hagyományőrző és teremtő rendezvény. A könyvtárral vagy a művelődési ház vezetőjével és az egyesülettel közösen arra törekszünk, hogy minden hónapban, az év hónapjaiban egy hagyományőrző rendezvényt tudjunk tartani. A felvonulásra ellátogató vármegyei közgyűlés alelnöke szerint az ilyen rendezvények hangulatát nem is lehet igazán elmondani, meg kell tapasztalni. Több szüreti felvonuláson részt vettem, de ezek a impulzusok, amik itt értek, hogy lovak, lovaskocsik, magyar lányok, cigánylányoknak beöltözve, felöltözve, és azok a rigmusok, amit a kisbíró előadott, olyan gyerekkori élményeket szabadított föl bennem, ami azt gondolom, hogy óriási élmény. Ezt nem lehet elmondani, ezt meg kell tapasztalni. A balatonőszödi szüreti felvonulást a nap végén hagyományosan egy bál zárta le, az egyik őszödi szőlőbirtokon. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer, röviden. Civil napot tartottak Tolnán, az utánpótlás is cél. Búcsút vettek az idei év végzős diákjaitól, szalagavatot tartottak Dombóváron. 20 éves jubileumát ünnepelte a Tamási Pántlika Néptánc Együttes, gálaműsorral készültek. Generációs hagyomány, fontos értékeink megőrzése. Szerdán reggel párás, majd derült, napsütéses időre van kilátás. Késő délutántól nyugat felől felhősödés kezdődik. Éjszaka tovább vastagszik felettünk a felhőzet, és hajnalban már előfordulhat jelentéktelen eső. A következő napokban pedig egy ciklon éri el a térséget. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!